Sok szeretettel köszöntöm a kékszalag.hu nézőit. Ismét egy nagyon fontos információval jöttünk ide. A szponzor Vantid befutott 13 óra 33 perc vízen töltött idő után. Ezt én még magamnak föl is írom gyorsan, hiszen ez egy nagyon fontos információ. 1 óra 20 perc a lemaradása az első hajóhoz képest, a biztos ötödikként. Gondolom, hogy örülnek és fellélegeznek, ugyanakkor talán egy-két könycseppet is elmorzsolnak, hiszen ők nagyon nagy harcban voltak az RC44-jel, Láng Robert hajójával, illetve a Soponyai Géza féle médiakontakt avatarral. Most viszont már gondolom csak az öröm, nagyon szépen hasítanak, egész kellemes friss szél van itt a füredi móló előtt, motorcsónakkal is komoly tempó ezt követni, kérem szépen. És talán még az is megtörténhet, hogy amíg a szponzor Vantid a móló előtt tesz egy-két tiszteletkört ebben a gyönyörű ezüstös holdsugárban, és mi pedig ünnepeljük őket, addig Király Zsolt, a Rafika Sailing Team vezetője is megérkezik. Ez neki is egy öröm, hiszen a csapatba tartozó hajó az első ötben ott van, úgyhogy az első ötben két Rafika Sailing Team-es hajó érkezett. Vanda Roberttel beszélgettünk ma többször. Úgy néz ki, hogy egy picit eltaktikázták a szelet az északi partnál, ott kaptak egy lavort, egy szélcsendesebb vagy egy gyengébb szelű részt, és ott nagyon-nagyon lemaradtak. Szepeznél jártak akkor, amikor az élmezőny már a tihanyi csőbe érkezett. Hát, ha ilyen tempóval tudtak volna jönni, akkor ez nem történik meg. Most gyönyörűen siklanak a vizen. És látjuk a szponzor Vantid csapatát, a Rafika Sailing Team második hajóját, és ahogy megy hátrafelé a kamera, nem sokára Vándor Róbert is megjelenik, a kormányos. Gratulálunk nekik is, ötödikként érkeztek meg, tehát még egyszer 13 és fél órát töltöttek a vízen, és most pedig már a füredi móló közönsége köszönti ebben a gyönyörű, frissülő szélben és ezüstösen csillogó vizen a szponzor Vantid hajóját. Most már mindössze 150 méterre a füredi mólótól. Még mindig vannak nézők, még mindig vannak szurkolók, és bizony kijár nekik is a taps. Hullámzik a tömeg a móló szélén. Most már fürdenek is egy kicsit a fényben, az örömben, az ünneplésben, de még az is elképzelhető, hogy a Balaton vizében is. És látjuk Sipos Tamást is, az Irigy Hónajmirigy tagját. Remélem, hogy még lesz alkalmunk megkérdezni, hogy milyen volt neki ez az élmény, hogy bírta ezt a változó szeles, változóan szeles, de sokszor erős szelet felmutató 41. kék szalagot, amely a T-Mobile nagydíjért zajlott. Most egy pillanatra láttuk Vándor Robertet és a kormányost. Bármilyen érdekes. Ebben a helyzetben, amikor már levonták a vitorlákat, a legnehezebb a feladata a kormányosnak, hiszen szinte tehetetlenül sodródik a hajó, természetesen motor nincsen most rajta, úgyhogy már az utolsó lendülettel csúsznak a móló felé, a kikötő felé.
tehát a szponzor van itt hajója a képen, a csapat, Vándor Robert a kormányos, és egy vendég, Sipos Tamás az Irigy Hónajmirigyből. Még egyszer méltóság teljesen elvonul. Ez a nagyon szép és nagyon könnyű hajó a Füredi Móló ünneplő közönség előtt.